Mi mindenre képes a ChatGPT kódinterpreterje? Ebben a részben megmutatom nektek, hogyan tudjuk egy kicsit meghackelni és feltuningolni a tudását, hogy például arra használjuk, hogy objektumokat keressünk egy képen, és felismerje számunkra, hogy mi is látható azon a képen. Itt látjátok a képet, ez lesz a végeredmény, felismerte, hogy ezek személyek, és körbe is rajzolta őket. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Következő a folyamata. Először is megkérdezzük tőle, hogy van -e olyan Python modul, amit tud-e használni az objektumok felismerésére egy képen. Tehát ezt itt beírjuk neki, ugye a 4-es chatgpt t itt használjuk, és ha nem látnátok a kódinterpretert, akkor itt rá kell kattintani a nevetekre, a sarokban, beállítások, és a bétánál bekapcsolni a kódinterpretert. Ez ugye csak az előfizetéssel rendelkezőknek van. Ah, amúgy ez az én párom Pintjér csatorna és Pintér Zsolt vagyok. Ez így kimaradt az elejéről. Csak azért akarom gyorsan mondani, mert el fog tűnni hamarosan ez, amit már itt létrehoztam, és nem fogjuk látni. Örülök, hogy most egyszer sikerült. Hogyha ti is ezt szeretnétek majd kipróbálni, akkor mindenféleképp a magyarországi reggeli órákban tegyétek meg, amikor az amerikaiak alszanak, mert ha este próbáljátok ezt megtenni, akkor biztos, hogy nem fog működni, mivel állandóan azt fogja kiírni, hogy kevés a memóriája a rendszernek. És nagyon kis trükkös, mert hogyha angolul írnánk be, ahogy majd a többi parancsot fogjuk, akkor nem működik. Tehát az elején magyarul megkérdezzük, hogy van-e olyan modul, amit tud használni objektum felismerésre. Igen, az OpenCV itt van, ezt már használtuk mi is egy előző videóban. Itt ez a YOLO, amit most fogunk használni. Ez a real-time objektum detektáló rendszer, illetve a PyTorch-ot, ugye, ami a mély tanulási platformhoz kell szinte mindennél. Miután ezt kiírta, itt már egy angol parancsot adunk ki neki, egy Python parancsot, hogy importálja be a torcsot, ugye ez a PyTorch, és írja ki számunkra a verzió. Itt meg is mondja, hogy ő a PyTorchnak az 1.1-es verzióját használja, ami azért nem mai darab. Miután ez megvolt, a következő lépés a következő. Feltöltünk a számára egy modult, az Ultralytics-et, és feltelepítetjük vele a saját kis környezetébe. Ezt a következőképpen tudjuk megtenni. Fogjuk a, ezt a parancsot a Pip Download Ultralytics Szünet -No -No Deps, és egy mappában a gépünkön kiadjuk ezt a parancsot, ugye úgy adjuk ki, hogy megnyitjuk a parancssort, beírjuk ezt, és ez le fogja tölteni ezt az egy darab fájt, amire szükségünk van, ezt a VHL fájt, most végre is hajtom a parancsot, és látjátok, írja is, hogy letöltötte ezt a fájt. Itt van a fájlunk, ezen kívül még szükségünk lesz egy másik YOLO fájra. Ezt a következő linkről tudjátok letölteni, github.com per bla bla bla, ezt majd természetesen beleírom a videó leírásába. Hogyha ez megvolt, akkor ezeket a fájlokat el kell helyezned egy bizonyos könyvtár szerkezetbe. Ezt úgy helyezzük el, hogy létrehozzunk egy YOLO mappát, Y-nal, azon belül bemásoljuk ezt az Ultralytics-et, bemásoljuk ezt a yolov 8 endet, amit az előbb töltöttünk le, és létrehozunk egy datamappát, és a datamappába bemásoljuk azt a képet, amit szeretnénk felismertetni. Én ilyen esetben bemásoltam ezt a képet, amit már a Deepfake videónál generáltunk, ugye ezen három arc található, három ember, és ezt kellene neki majd felismernie nem a legnagyobb minőségbe töltöttem fel, mert ezzel is problémázott. Ez egy ilyen kisebb fájlméret 640x360. Persze ha a saját gépünkön futtatnánk, akkor jóval nagyobbakat is tudnánk, de miért is futtatnánk a saját gépünkön, amikor az OpenAI biztosítja nekünk a ChatGPT felületét. Tehát ennyi az egész, e, ez a e, mappa rendszer, és utána, Fogjátok ezt a jóló mappát, és becsomagoljátok, és létrehoztok egy YOLO cipfájt. Mindenféleképp e, cipfáj legyen, tehát ne valami rar, vagy bármi másfajta tömörítés. Miután ez megvolt, azután itt rákattintunk a plusz hozzáadás gombra, kijelöljük a gépünkön a YOLO cipfájt, majd kiadjuk a következő parancsot, kérlek csomagolt ki ezt a fajt, amit feltöltöttem, megmondjuk neki, hogy mit tartalmaz, mi van a mappákban, és futassa a Pip Install parancsot, amivel feltelepíti ő saját magának a kis környezetébe ezt a vhl t amit letöltöttünk, ezt az UltraLytics csomagot. És a végén konfirmálja, tehát írja ki nekünk, hogy tényleg sikerült feltelepíteni ezt. Ugye itt kiadjuk a parancsot, import UltraLytics és print ultralytics version. Tehát ez az, amivel egy olyan kis Python kódot futtatunk, amivel megtudjuk, hogy tényleg települtem, mivel ki fogja írni a verzió kódját. Itt látjátok, lefuttat ugye több Python kódot, amit ő generál. Itt van, hogy megvan a jóló direktorinak a tartalma, ugye az ultralytics, amit leszettünk a pip downloaddal a data, illetve a jolo, 8 NPT, és utána kiírja, hogy vagy megszakadt a futtatása, ilyenkor semmi probléma, elég sokszor előfordulhat ez, mond neki, próbálja újra, igen, megint megszakadt, ilyenkor megint feltöltjük a fájt, és megint ugyanezt a parancsot bemásoljuk, természetesen ez is benne lesz a leírásban, és lásd csodát, egyszer csak sikerül neki, és kiírja, ugye, hogy a 8.0143-as verziójú UltraITX csomagot telepítette, ugye látjátok, a mappába, a hogy a 80143-as verziói Ultra-ITX-et töltöttük le. Tehát ez tökéletesen jól működik. Menjünk tovább. A következőbe, ha nem tennénk ezt meg, akkor kiírna egy hibőzetet a következő kódnál, hogy hiányzik egy másik csomag, az a CPU info. Ezt is ugyanígy letöltjük, mint az előzőt. <kül> Tehát beírjuk, hogy pip, download, szünet, pály kötőjel, CPU info minus minus no minus ez letölti ezt a PY a CPU infót, és ezt ugyanúgy belerakjuk egy CPU info mappába, ezt az egy darab fájt becsomagoljuk, és készítünk bele egy CPU info cip Majd kiadjuk a következő parancsot, amit az előzőleg is csak átírjuk itt egy picit, hogy kérlek, csomagolt ki ezt a fájt, van egy tartalma, azt telepítse fel, majd írja ki a verzió számát. Tehát ugyanúgy itt a plusz jellel hozzáadjuk most a YOLO, a CPU info fájt, és kiadjuk ezt a parancsot. Ez szépen lefut, sikeresen kicsomagolta, a könyvtár tartalma megtalálta ugye ezt a will fájt, telepíti, sikeresen telepítve lett. Azt mondja, hogy a verzió attribútuma nincs ennek, de nem jelenti azt, hogy nem fut, ez tökéletesen jól sikerült neki. Utána kiadunk egy nagyobb parancsot, amivel beimportáljuk a megfelelő modulokat, és az Ultralytics, amit a jólót fogjuk használni, ugye az ultralytics el és megmondjuk neki, hogy van egy kép elérésünk a, a ő kis saját mond data, jóló data mappájában, ez a 3 arcmonti APG, ha más néven töltenétek a data mappába, a jó cip fájba fel képet, akkor ezt a parancsot majd, ami ugye a videó leírásában benne lesz, mindenféleképp módosítsátok, hogy ne ez a három arc legyen a neve. És utána ezt lefuttatja szépen, és és írja számunkra, hogy az objektum felismerés sikeres volt, három szemét ismert fel a ö, modell, itt vannak a következők, ugye ez a befoglaló ö, képek koordinátája, hogy hol található meg, és ez az, amit majd rárajzol a képre, ugye az XY koordinátákat, és így meg is találta, hogy személyeket talált meg a képen. Majd megmondjuk neki, hogy listázza ki a RANS Detect Predict mappának a tartalmát. Emelteg ebbe mentél a fájt, ha itt megnézzük, akkor itt látjuk, hogy a RANS Detect Predict mappába kerül bele, a fájl, amit legenerál hozzá. Itt kiír pár hibaüzetet érdekes módon, mintha nem létezne az a mappa, de, de létezik. Úgyhogy egy kicsit, ha módosítunk ezen, hogy listázza ki a fájlokat ebből, úgy tudjuk megmondani a pontosabb kódot, itt mondom, hogy listázza a jelenlegi munkakönyvtárban található RAS Detect Predict Könyvtár fájlait, és jelenítse meg. Így lehet, hogy hamarabb rájön, és nem kezd el magával beszélgetni, hogy mit nem talál. Amúgy nagyon vicces, megkezd beszélgetni magával, hogy mit nem talál, és akkor folyamatosan feljebb megy a könyvtár szerkezetbe, majd miután megtalálja, mit meg kell, ott egyre bejebb megy. És végül csak megtalálta a Predik könyvtárat, amiben ott van egy JPG fájl. Mondtam neki, hogy jelenítse meg ezt a képet, persze megint memória problémákra hivatkozott majd azt mondtam, hogy tegye elérhetővé a képet, hogy le tudjam tölteni. Itt persze két d kellett volna írni. Tehát ezt a szinte belemásoljuk ide. 9. parancsnak. Tedd elérhetővé a képet, hogy le tudjam tölteni. És ugye áthelyezi egy mappába, a, mit már mi elérjünk, és le tudunk innen tölteni tartalmakat. És a download linkre kattintva le is tudjátok tölteni a fájt. Megkaptuk a, ezt a 3 arc jpg-t, ugyanaz lesz a neve, mint az előző, tehát vigyázzatok, ne írjátok felül. És itt látjátok, hogy szépen bejelölte az objektum felismerés az, hogy mit talált a képen. Ha egy bonyolultabb kép lenne, akkor természetesen sokkal több ö, mindent jelölne, megjelölne egy kutyát, házat, autót, hogyha mondjuk ez egy utcakép kutyával, házal, autóval, de nekünk ez is tökéletes volt, csak hogy Lássuk, hogy mire is lehet használni még az openai nak a kódinterpreterjét. Ugye ez egy eléggé hackelt módszer, tehát ezek a modulok nem találhatóak meg jelenleg a kódinterpreterben. Kicsit nehézkes is a használata, tudom, de minden esetre feszegetjük a határait, és meg tudjuk nézni, hogy akár erre is képes. Egy kicsit felpimpeljük a saját lehetőségeit, és picit még meghackeltük, hogy olyat is futtasson, ami amúgy nincs neki, de mi rávettük erre, hogy működjön. Tehát így fel lehetne akár más modulokat is tenni, ez csak egy lehetséges felhasználási módja volt, amit láttatok. Remélem tetszett ez a videó, ez most ennyi lett volna, következik majd nem sokára a következ, amiben megyünk tovább, hogy mire lehet még a kódinterpretet felhasználni. Egyelőre egy kicsit könnyedebb részek jönnek, videóvágás és még egy kis képmanipulálás. Hogyha bármi ötletetek van, hogy mire lehetne használni, akkor kérjek, kérlek írjátok meg kommentben. Örülök, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, ugye így mindig fogtok értesítést kapni, ha új tartalom kerül fel, illetve lájkoljátok a videót, ez segít abban, hogy mások is megtalálják a YouTube keresőben ezt a videót. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!